Világklasszis sportoló érkezett ma Cegléd-re. Alberto Contador Grand Tour kerékpáros sajtótájékoztatón beszélt arról, hogyan szeretné segíteni a sportágat. Azonnal mondjuk a részleteket, előtte azonban mutatunk néhány képet, mivel készültünk még. Elrajtoltak a profi kerékpárosok, ma délután indult el a Tour de Hongrie mezőnye a Kossuth térről. Készülődés az ünnepre, augusztus 20-án forgalomkorlátozások lesznek a városban. És buszparkolót alakított ki az Infineon, a dolgozók kultúrát le és felszállását segíti a fejlesztés. Híradó itt a Városi Televízióban, pénteken este jó estét kívánok! Igazi sportikon érkezett ma délelőtt Cegléd-re. A hétszeres Grand Tour kerékpáros Alberto Contadort láthatta vendégül a város. A profi versenyzéstől már visszavonult sportoló beszélt a fiatal kerékpárversenyzők segítéséről és az egészséges életmód fontosságáról is. Stílusosan a nemrégiben nyílt kerékpár történeti kiállítás helyszínén a Kossuth Múzeumban fogadták a média képviselőit ma délelőtt. A sajtótájékoztatón a hétszeres Grand Tour kerékpáros Alberto Contador volt a díszvendég. A világhírű sportoló először jár Magyarországon. Természetesen a cegdédi kerékpárosok is aláírást kértek, és közös fotót készítettek vele. Nagyon hálás vagyok a magyar rajongóknak. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szeretetteljes közeg fogad. Minden erőmmel azon vagyok, hogy megháláljam ezt a szeretetet és buzdítsam az embereket, hogy étkezzenek egészségesen és sportoljanak sokat. Alberto a Tour de Hongrie miatt érkezett városunkba. Cegléd elsőként 2 évvel ezelőtt kapcsolódott be a népszerű kerékpáros versenybe. A jó együttműködés pedig azóta is töretlen, mondta köszöntőjében a polgármester. Engedjék meg, hogy eljött és megköszönjem a helyiek lelkes támogatását, és hogy ilyen aktívak a kísérőprogramok a versenyek során is. Köszönöm, hogy ennyien kíváncsiak a Tour de Hongrie ceglédi eseményeire. Remélem mindenki remek élménynek gazdagodik majd a mai napon. Cegléd óriási figyelmet kap a kerékpáros verseny által. A szervezők ugyanis nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a média megjelenésre. 195 országban látják minden nap, ügyülás összefoglalóval esténként a Tour de Hongrie, azon kívül, hogy a Magyar Televízió élőben adja a versenyt. Hatalmas hírelést hozunk itt Magyarországnak és a Tour de Hongrie-nak, emiatt óriási média figyelem. A sajtótájékoztatón az élelmiszergyártó Kométa ügyvezetője szólt cége és a kerékpársport közötti együttműködésről. Alberto Contador nem csak fantasztikus sportoló, hanem kiváló ember is, aki 21 évesen kapott agyvérzése után talpra állt, és sikert sikerre halmozott, mondta Giacomo Pedranzini. Minden kertartó fontos, hogy a fiatalok jól nőjenek fel, például minden kertartó fontos, hogy egészségesen legyen a társadalom, és egészségesen legyen a fiatalok. A Kométa és Alberto tehát közösen dolgozik a sportos, egészséges életmód népszerűsítéséért. A profi versenyzéstől visszavonult Contadornak pedig egy alapítványa is van, amely a fiatal, tehetséges kerékpárversenyzőket is segíti. A magyar szervezésű verseny egyre nagyobb teret kaphat, mondta Alberto. Remek lehetőségeket rejt magában a Tour de Hongrie. Nagy fejlődési lehetőséget látok benne. Fantasztikus a szervezés, és ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen csodás esély arra, hogy még népszerűbb legyen a kerékpáros sportág. Cosas cada vez más importante. Alberto a sajtótájékoztató után részt vett a Tour de Hongrie ceglédi programjain. Alberto Contador világklasszis kerékpáros a polgármesterrel közösen indította a ceglédi rajtot. A mezőny délután 1 órakor indult tovább Hajdúszoboszlóra. A város egyébként különleges kerékpárokkal, bemutatókkal, játékokkal készült a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körversenyre.
A világ legjobb kerékpárversenyzői várták a ceglédi rajtot ma délután, egy óra előtt a Kossuth téren. Ez volt a nap fő attrakciója, ezért is érkeztek ki több százan a rendezvényre. A rajtzászlót Takács László polgármester és a világklasszis sportoló Alberto Contador lendítette a magasba. A kordon mellett pedig több tucat ember nézte, ahogy indult tovább a futam Hajdúszoboszlóra. A Kossuth téren már kora délután programok várták az érdeklődőket. Színvonalas bemutatót tartott például a triál bajnok Hegedűs László és csapata. Az emberek pozitívan vélekednek a Tour de Hongrie-ról, és arról, hogy a város is részt vesz benne. Ausztráliából érkeztem, Nyugat-Ausztráliából, ahol több mint 35 évet éltem, ebből 20 évet tiszteletbeli konzulként működtem május 1-jéig. Cegléden bejelentett címmel rendelkezem, és nagyon örülök, hogy ilyen fantasztikus rendezvényben lehet részem. Mert valóban, és kívánom, hogy Magyarországnak ebből rengeteg előnye származzon. Molnár György örömét fejezte ki a Cegléden érintő fejlesztésekkel kapcsolatban is. Most már körülbelül 40 éve látogatom Cegléden, és amit az utolsó évben, vagy inkább az utolsó hónapokban történt, az szinte elképzelhetetlen. Gratulálok a rengeteg helyreállított gyönyörű épülethez, műemlékekhez, és azt gondolom, hogy Ceglédnek csak a turizmus vonatkozásában is óriási jelentősége van, lesz. A városi kör is elrajtolt, sokan vettek részt rajta, családok, barátok és néhányan különleges kerékpárjaikat is elhozták. Bori Jenő villamosmérnök tanár is részt vett a ceglédi kerékpározáson, ő szabad idejében különleges bicikliket épít. A térre is egy igen érdekes ötkerekű járművel érkezett. Szerintem egy fantasztikus, jó dolog. Én nagyon remélem, hogy jövőre is lesz. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Még eredményben a bicikli az emberiségnek az egyik legfantasztikusabb találmánya, úgyhogy egy ilyen rendezvényt, hát én csak örülni tudok neki, hogyha ez itt lesz. A színpad előtt pedig csak úgy tolongtak az emberek. Nem véletlenül, hiszen Alberto Contadorral készíthettek közös fotókat, és aláírást is kaphattak tőle a kerékpározás szerelmesei. Forgalomkorlátozásra kell számítani Cegléden augusztus 20-án. Idén az ünnepi programot nem tűzijáték, hanem lézersó színesíti, amelynek ideje alatt több utat lezárnak a forgalom elől. A lézersó biztonságos lebonyolítása miatt teljes pályás lezárásra kell számítani több útszakaszon is augusztus 20-án este 3:49-től 3:40-ig. Lezárják a Szabadság tér evangélikus bazár sor szakaszát, valamint a Szabadság tér Népkör utcai részét, továbbá a tér Rákóczi úti szakaszát és a Szabadság tér Kossuth tér és Bercsényi utca közötti részét is. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a program ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszokon, továbbá fordítsanak figyelmet a kihelyezett terelőszalagokra és a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításaira. Buszöblöt alakított ki az Infineon Kft. A cég melletti területen. A dolgozókat saját buszokkal ingyen szállítják, és a buszparkolónak köszönhetően a munkatársak kulturált körülmények között tudnak fel és leszállni a néhány lépésnyire lévő vállalati kapunál. Sorra érkeztek ma délután az Infineon Kft.-hez a vállalati buszok. A cég bejáratától csupán néhány lépésnyire állnak meg a járművek, amelyek most éppen a délután 2 órás műszakra hozták a dolgozókat. Több mint 15 éve dolgozok itt, eddig a saját autómmal jártam, de mióta beindult a céges buszjárat, inkább azt választottam. Ceglédi lakos vagyok, de Ceglédnek a másik oldaláról járok, de nagyon jó, hogy így is igénybe tudom venni a ceglédi ingyenes buszjáratot, és ez rettentően kényelmes nekem így. Az Infineon Kft.-nek több mint 1200 dolgozója van. Nagyon sokan járnak távolabbi településekről. Babcsán Martinné Abonyi. Azt mondja, számára nem volt kérdés, hogy igénybe veszi az ingyenes buszjáratot. Én kezdettől fogva a céges buszhoz ragaszkodtam, ugyanis nincsen jogosítványom, tömegközlekedési eszközöket nem szerettem volna igénybe menni, és nyilván azért is, mert ez ingyen van. Mennyire kényelmes az a buszjárat? Kényelmes, ugyanis hát nyáron a nagy melegben nagyon jól klimatizált buszokkal járunk, és nagyon kényelmes ülése is vannak.
És nem csak a buszok kényelmesek, most már a fel- és leszállás is kulturált. A cég ugyanis nemrégiben alakította ki a buszok érkezéséhez és indulásához szükséges területet. Mi úgy hívjuk, hogy buszparkoló, ahol egyidejűleg a 26 irányból érkező 4-5 autóbusz a műszakrendükhöz igazodóan 7 napban reggel 6 óra, 14, illetve este 22 óra időpontban kulturáltan megállhasson, kollégáink leszálljanak a járművekről, szilárd burkolatra. A buszparkoló kialakítása zökkenőmentes volt, tette hozzá az ügyvezető. Az önkormányzattal, illetve a helyi közútkezelővel közösen 6-8 hónap alatt jutottunk el odáig, hogy nagyon rugalmas együttműködés során ezt az ingatlant bérbe vettük a várostól, a közútkezelő, illetve a tervező, kivitelező társaságokkal együtt pedig rekordidő alatt és szépen a költségkereteken belül tudtuk megvalósítani. Az Infineon az ingyenes buszjáratok mellett a vonattal ingázók számára kis buszt biztosít a vasútállomás és a telephely között. A Bolyhos Pálinka főzde is részt vesz a Magyarország legszebb birtoka nevet viselő versenyben. A zsűri személyes tapasztalat alapján választotta ki a döntősöket. Az online szavazást az nyeri, aki a legtöbb lájkot kapja az interneten. Akár még a Bolyhos Pálinka főzde is megkaphatja a Magyarország legszebb birtoka címet, de ez csak úgy lehetséges, ha az online közönségszavazáson minél több ember az újszilvási üzemre szavaz. A voksolás menete a következő. Lájkolni kell a Magyarország legszebb birtoka elnevezésű Facebook oldalt, regisztrálni a megadott felületen, majd mehet is a szavazás. Mindenki csak egyszer adhatja le voksát, egészen augusztus 31-ig, este 10 óráig. Az eredményhirdetés szeptember 15-én lesz. A Bolyhos Pálinka főzde jó helyen áll a versenyben, de még mindig szükség van a szavazatokra, úgyhogy ha tehetik, voksoljanak. Kedves nézőink, ez volt a hét utolsó híradója. Híradóval legközelebb majd kedden este 6 órakor jelentkezünk. Most a háttér jön, tartsanak velünk továbbra is. Szép hétvégét és szép ünnepet, viszontlátásra!